tanszaki vizsgakoncertet tartott a Jazz and More énekegyüttes a Benczúr házban. Az évszázados múltú patinás épületben kiemelten fontosnak tartják a művészetek ápolását. Ezúttal a muzsika, s azon belül is az együtt éneklés szépsége került a középpontba. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán szavai egy olyan gondolatrendszerről szólnak, amelynek az egyik alapköve a kórus éneklés. A Jazz and More egy műfajában egyedülálló és egyben stílusteremtő énekegyüttes. Tagjai közül többen önállóan is képezik magukat. A műsor első felében a szólisták léptek fel. Ebben a házban volt ugye a fellegvára a jazz oktatásnak, és szeretnénk a megnyitás óta is hűségesek maradni a jazz műfajához. Így gondoltuk aztán a kolléganőimmel, hogy mindenképpen a vokális jazz éneklés felé fordulunk, mert ez eléggé mostoha, kevésbé szeretik, pedig hát, hogyha megnézik a különböző vetélkedőkön, idézőjelben mondom, akkor ott elég gyakran lehet ezekkel az a cappella zenékkel, zenéléssel találkozni, úgyhogy ez egy sorozat, és ennek én nagyon örülök, hogy erre elég sokan jöttek, ahogy hallja a néző. A kórus repertoár bővülésével időnként megjelentek az örökzöld slágerek, jazz átiratok, gospelek, és az éneklést kiegészítette a mozgás, a tánc és a hangszeres kíséret. Valamennyien amatőrként a műfaj iránti szeretetből énekelnek, és az, hogy milyen eredménnyel, arról a sok hazai és egyre több külföldi felkérés és siker tanúskodik. A Jazz and More műsorának második felében népszerű átdolgozásokat és látványos koreográfiákat élvezhetett a közönség.